Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Paksi Kistérségi Televízió sportmagazinját, vagyis a Lelátót látják. Kétszeri hosszabbítás után 119-112-re győzött az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapat a Sopronban. A paksiak a rendes játékidőben sokáig futottak az eredmény után, a ráadásban azonban a jobb erőnlét eldöntötte a találkozó végkimenetelét. A középszakaszban sorozatban a harmadik idegenbeli fellépésére készült az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata, a piroskékek ezúttal Sopronban vendégszerepeltek. A 8. SKC, tehát a 7. Paksot fogadta, kijelezett csatára volt kilátás. Az első negyedet 26-12-re nyerte a házigazda, ekkor a játék minden elemében jobbnak bizonyult. A második 10 perc nem a védekezésről szólt, futottak és tüzeltek a felek, a nagy adókapok az atomosoknak kedvezett, ez a játékrész 27-34-jel zárult, a nagy szünetben tehát 53-46 állt a táblán. A térfélcsere után már inkább a küzdelem dominált, a differencia tovább csökkent, 30 perc után 75-72 volt az eredmény. Norfrid kiválóan játszott, a negyedik negyed elején már csak egy pont volt a felek közt, de a játékvezetők a találkozón nem először segítették Sabáli Balázs csapatát. Ruják és Norfrid is technikai figyelmeztetést kapott, az SKC pedig 11 ponttal meglépett. Az ASE azonban nem adta fel és 93-nál utolérte riválisát. A rendes játékidő végül 100-100-zal végződött. A hosszabbításban 7-7 egység került a nevek mellé, jöhetett a második extra 5 perc, amelyben Jeftovics és Horváth találataira elvétve jött válasz, így nagy csatában a Dzunics gárda diadalmaskodott. A végeredmény Sopron KC atomerőmű ESE kétszeri ráadás után 112-119, az ASE 16-16-os mérleggel továbbra is a tabella 7. helyén áll. Mindenképp kiemelném azt, hogy a csapat mentálisan, illetve a pályán is együtt volt, hiszen vissza tudtuk jönni 15 pontos hátrányból, ha jól emlékszem, és a fél időre be tudtunk jönni 10 pont alá, ami nagy baj hozzájárult ahhoz, hogy meg tudtunk nyerni a mérkőzést. Gratulálok a Sopronnak, örülünk a győzelemnek, és szeretnénk minél több mérkőzést nyerni a továbbiakban. Megvannak a problémáink. Nekem annyi volt a kérésem a csapat felé a tegnapi nap folyamán, hogy próbáljuk meg a lehetetlent, és hogy az öltözőben is, hogy sok disznó győz. Megpróbálták, srácok megpróbálták, nagyon sokáig vezettünk, elfáradtunk. Remek időbe dobták a paksiak a három pontosokat, és ezek döntő jelentőségük voltak. De azt gondolom, hogy a szurkolók ezzel a vastapssal a végén mindenképpen kifejezték azt az elismerésüket a csapat felé, amit a mai nap folyamán biztos, hogy nagyon megérdemelnek. Az atomerőmű ESE legközelebb Debrecenben vendégszerepel. A mérkőzés május 8-án szerdán 18 órakor rendezik, amit a Paksi Televízióban másnap 17:30-tól felvételről láthatnak. Reméli Mohamed 93. percben szerzett góljával 1-1-es döntetlent ért el a Paksi FC labdarúgó csapata a Szombathelyi Haladás otthonában. Csehetői Aurél együttese az OTP Bankligában 31 fordulót követően 36 ponttal a tabella 8. helyén áll. Zöld-fehér kiesési rangadót rendeztek Szombathelyen az OTP Bankliga 31. fordulójában. A sereghajtó Haladás labdarúgó csapata a 8. Paksi FC-t fogadta. A hazaiak a legutóbbi 7 mérkőzésükből 5-öt megnyertek, így a látogató pontszerzése a bravúr kategóriába tartozott volna. A vasi alakulat helyzeteivel kezdődött a találkozó, már a 3. percben a Paksi kapu előtt adódott lehetőség. A 24. percben egy oldalszabadrúgás utáni kavarodást követően Priskin közeli lövését védte Nagy Gergely. A folytatásban egyik oldalon sem jegyezhettünk fel komoly helyzetet, így 0-0-val vonult a költözőbe a felek. A térfélcsere után az 58. percben is a vendéglátó veszélyeztetett, majd egy perccel később Barta lövése dolgoztatta meg Király kapust a túloldalon. A 63. percben Ivanov lövése találta fejbe a blokkoló Lenzsért, Berke játékvezető teljesen tévesen 11-est ítélt, a büntetőt Priskin értékesítette. A hajrában a csertői alakulat mindent egy lapra feltéve rohamozott. A 87. percben Reméli szabadrúgása után alakult ki veszély Király kapuja előtt, de ekkor még nem sikerült az egyenlítés. Nem úgy a 93. minutumban, ekkor Reméli szöglete akadálytalanul szállt a vendégek hálójába. Szépségdíjas találattal, tehát bravúr ponttal gazdagodott az Atomváros egylete.
A végeredmény szombathelyi haladás, Paksi FC 1-1. Csertői Aurél együttese az OTB Bankligában 31 fordulót követően 36 ponttal a tabella 8. helyén áll. Kaptunk egy kérdőjeles gólt, addig úgy mezőnybe ment a játék, tehát igazából mind a két oldalon voltak lehetőségek, az ellenfélnek is volt. Rúgtak egy 11-est, de azt gondolom, hogy mindent egy lapra föltéve végig támadtuk az utolsó 4 órát, a 20 percet, és megérdemeltet tudtuk kiegyenlíteni. A gól után is voltak lehetőségünk, sajnos nem tudtuk föltenni az íra a pontot, és ez most megbosszulta magát, egy ritkán látható, nagyon szép góllal sajnos ki tudott egyenlíteni a Paks, most nehéz bármit is mondani. És az öltözőben mit lehetett ilyenkor mondani? Hát egyelőre semmit, de nem is érdemes semmit mondani, mindenki tudja, hogy nem csak 2 pontot vesztettünk a mai napon. A Paksi FC a következő fordulóban a Kisvárda csapatát fogadja. A mérkőzést május 11-én szombaton 17 órakor kezdik a Fehérvári úti stadionban. 1-1-es döntetlent játszott a Paksi FC 2 labdarúgó csapata hazai pályán a Makó ellen az NB3-as bajnokság legutóbbi fordulójában. Tököli Attila együttese a középcsoportban 23 ponttal továbbra is a tabella 14. helyén áll. Kiesési rangadót játszott egymással a Paksi FC 2 és a Makó az NB3-as labdarúgó bajnokság 26. fordulójában, a 14. a 15. helyzetet fogadta. A hazaiak már a 3. percben veszélyeztettek, ekkor Adamcsek közeli próbálkozását védte Füstös kapus. A folytatásban és támadásban maradt a PFC 2, a vendég szinte a félpályát sem lépte át. A 25. percben viszont átmerészkedett a Paksi térfélre a Makó, kapott is egy gólt. Történt, hogy a látogató végezhetett el szögletet, a labdát Rácz lehúzta, majd hosszan indította Adamcseket. A csatár megküzdött a játékszerét, melyet végül középre passzolt, az érkező Cseke pedig nem hibázott. A 31. percben kis híján megduplázta előnyét Tököli Attila alakulata, de Bognár 40 méteres emelése a felső lécen csattant. A 37. minútonban ismét Füstös védett nagyot Adamcsek próbálkozásánál. A félidőben 1-0-t az eredményjelző táblán. A térfélcsere után már bátrabban futballozott a Makó, a 61. percben egy szemre is tetszetős támadás után Szél vette be Rácz kapuját. Innentől változatos lett a meccs, nagy helyzetek azonban csak a hajrában adódtak. A 82. percben Báló lőtt messziről, de védett a vendégkapus, majd Busa az ittszerét hárította a túloldalon Rácz. A 88. percben hazai szögletet követően a kavarodás után kapufa, majd Opavszki fölé emelése következett. Ugyanebben a percben Adamcsek fejesét hatástalanította Füstös, végül a feleknek meg kellett elégedniük az 1-1 ponttal. A végeredmény Paksi FC 2, Makó FC 1-1. Tököli Attila együttes a középcsoportban 23 ponttal továbbra is a tabella 14. helyén áll. Semminél többet ér, de igazából a mi helyzetünkön nem tudott javítani, mert akkor lett volna csak jó, hogyha mi itt 3 pontot tudunk szerezni, ami a második félidő alapján lett volna egy kis szerencsénk, mint amit egész szezonban nincs, akkor meg lehetett volna, de igaz, hogy a Paksnak az első félidőben ők sokkal jobban játszottak, mint mi. De sajnos hál' Istennek azt ki tudtuk bekelni, és a második félidőre már egy kicsit jobban játszottunk, mint eddig. A mérkőzés nagy részében, főleg az első félidőben az történt, amit mi szerettünk volna. Körülbelül egy bajnokságra valónyi helyzetet sikerült kialakítanunk, és sajnos kihagyni is. És hoztuk a szokásos formánkat, hogy egyszer előtt az ellenfél kapuink és gólt kaptunk belőle. Aztán utána, ahogy lenni szokott, már fél méterről se tudtunk gólt rúgni. Így nagyon sajnálom, de ezt a mérkőzést nagyon simán meg kellett volna nyerni. A Paksi FC 2 a következő fordulóban Pécset vendég szerepel. A mérkőzést május 12-én vasárnap 17 órakor rendezik. 653 darab, több mint 2 kg átlagsúlyú, összesen közel 1500 kg halat fogtak a versenyzők a 12. pontyfogó kupán az Atomerőmű Horgász Egyesület 5-ös számú taván. A 92 órás megmérettetésen az All In Carp Team 3 kg-mal győzte le a második helyzet, a pontyfogó csapat elnevezésű formációt. Ők az alhágon, az SBS, az All In Buffet, ők földbáriak, és akkor a CRB Green Team, ebből két csapat van, ők az egyes csapat,
ők vezetnek játékban. 13 csapat részvételével rendezték az elmúlt napokban a 12. pontyfogó kupát az Atomerőmű Horgász Egyesület 5-ös számú horgásztaván. Korábban nagyobb létszám mellett bonyolították a szezonnyitó megmérettetést, de ahogy tartja a mondás, a kevesebb néha több. Ez valóban így van, minél kevesebb csapat van, talán jobban eloszlanak ezek az arányok, az őszi verseny illetően is tényleg voltak olyan összfogások, amik közel 500 kiló fölött voltak. Például az első három csapat, annak az összfogása majdnem a 2 tonnát elérte. Szóval ez, én úgy gondolom, hogy elég jónak mondható az őszi versenyt illetően. A változékony időjárás miatt a mostani verseny összfogása elmaradt az őszitől, de így is sok hal került a szákokba. Felvételeink pillanatában a 4 napos megmérettetés 20. órájában a CFB Green Carp Team vezetett, végül az összetett 3. helyen zárt. A nagydorogi csapat visszajáró vendég a pontyfogó kupán. Az eleje az jól indult, meg eddig jó helyen vagyunk. A verseny elején gyorsan tudtunk halat fogni, voltak benne szebb darabosabb halak is, de ahogy múlik az idő, mi annál jobban lassulunk, ez nem egy jó tendencia. Vannak csapatok, akik ügyesek, és ők meg pont az ellenkezőjét tudják produkálni. Csináljuk, amit tudunk, aztán meglátjuk, mire lesz elég. 3 nagy testű halat fogtunk. Nagyon nincs is előttünk hal, nagyon iszapos terepen horgászunk. Igazából nekünk az egy mencsvárunk van, hogyha fogunk még 2 darab nagy testű halat, és rámegyünk a legnagyobb átlagsúlyra, tehát az összetettben mi már nem tudunk beleszólni. A Tancsa Tamás vezette SBS team számításai bejöttek, 7 kg feletti értékkel ők nyerték ugyanis a legnagyobb átlagsúly kategóriát. A legnagyobb halat a Kárpológi Team elnevezésű formáció akasztotta, nekik egy 16 kg feletti súlyú példányt sikerült a szárba terelni. A 12. pontyfogó kupán végül az All In Carp Team diadalmaskodott 262 kg feletti összfogással, mindössze 3 kilóval megelőzve a darabra ugyanannyit, 121-et begyűjtő a pontyfogó csapatot. A versenyen a 3 fős társaságok összesen 653 darab, több mint 2 kg átlagsúlyú, közel 1500 kg halat fogtak. A pontyfogó kupa előtt rendezte éves közgyűlését a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület. A szervezet vezetősége a 2018-ban megvalósult projektekről és az idei tervekről számolt be. Az összejövetelen a gazdasági beszámolót is meghallgathatta a tagság. Egy stabil üzletmenet volt a 2018. évben, azt gondolom, hogy tavaly is sikeres évet zártunk. A gazdaság működtetése az a szokásosnak megfelelően, az elmúlt éveknek megfelelően nagyon, nagyon jó volt, bár a Dunából elég sok ivadék érkezett, emiatt a keszeg állomány az magas volt a nevelőgazdaságban, de valószínűleg a horgászok ennek is örülnek, ki lettek telepítve ők is a horgász vizekbe. A napi egy bevételünk az rendkívül jól alakult, ez most már egy stabil gerincét adja az egyesület bevételeinek. Én azt gondolom, hogy erre jelenleg alapozhatunk. Annak ellenére volt magas egyébként a forgalmunk, illetve nem csökkent a darabszám, hogy az árat tavaly megemeltük. Úgy látszik, hogy népszerűek vagyunk a vendéghorgászok körében. Valahol ez egy jó dolog egyébként a napi egyes horgászat, mert a tagjaink, a jövőbeni tagjaink azért ebből a csoportból kerül ki, és az, hogy az egyesület a működését, illetve a tagságát szinten tartsa, mindenképpen ez hosszú távon szükséges. Említetted, hogy a gazdasági szempontból jó évet zárt a 2018-ban az egyesület. Mekkora a verseny? A szolgáltatás színvonala miatt előnyben vagyunk a környékbeli horgászvizekhez képest. Tehát nálunk azért eléggé rendezett a parkszerű a környezet, és viszonylag nagy a halállomány a horgászvizekben, tehát mi előnyben vagyunk, ez mutatja egyébként a napi egyes horgászforgalom is. Nem minden egyeset és nem minden horgászvíz büszkélkedett ilyen mértékű vendéghorgász forgalommal és ilyen mértékű bevételből, illetve eredményből ebből az üzletág részből. Mindig vannak, akik bizonyos részekkel nem értenek egyet, mint hogy különbözőek vagyunk, és egyébként szerintem ez rendben is van így, nem kell, hogy mindenki egyformán gondolkodjon dolgokra, mert akkor teljesen szürke lenne a világ, hogyha mindenki ugyanazt szeretné. Nem látok ebben problémát. Vannak azért olyan tényezők, amelyek a horgászok nem tetszését fejezik ki, például erre a hódoknak a megtelepedése, most már masszívan a vízterületen jelen van. Egy
vagy több hurcsalád, amelyek az élővilágot azért fogyasztják, időnként egy-egy komolyabb fa is kidől emiatt. Nem nagyon tudunk mit csinálni, környezetvédelmi szempontból is nem is sok mindent tehetünk. Egyébként nincs is értelme a hódoknak a kitelepítésnek sem, mert úgyis egy másik példány elfoglalja az élőhelyet. Ezzel meg kell tanulnunk együtt élni. Másik ilyen sarkalatos pont a tagjaink körében az a napjegyes horgászat. Valamikor úgy érzik, hogy a napjegyesek előnyt élveznek, és indokolatlanul sok halat visznek el. Ezt a számok egyébként nem igazolják, tehát mi statisztikázzuk, hogy egy napjegyes mekkora halmennyiség jut, és nem viszik el. Ez csak egy érzet, egy ilyen optikai csalódás, hogy ugye mindig azt jegyzi meg az ember, amikor valaki elvisz egy halat, azt, amikor nem viszel semmit, azt nem jegyzi meg, emiatt az az érzés alakul ki néhány tagunkban, hogy indokolatlanul sok halat visznek el a napjegyesek, ami valójában nincs így. Milyen lehet a 2019-es esztendő? Lesznek-e komolyabb változások, vagy a már jól bevált és elért szintet próbáljátok tartani? Ez sem kis feladat. A szintet azt mindenképpen szeretnénk tartani. Az látszik, hogy a környékben a különböző vizeken jelentek meg halbetegségeket. Tehát lehet, hogy idén is a külső halvásárlást azt korlátoznunk kell, mint amire már sor került két évvel ezelőtt. Azt mondjuk meglátjuk, hogy az év eleje hogy alakul. Mindenképpen szeretnénk azt megakadályozni, hogy külső betegségeket behurcoljunk a kívüljövő telepítések kapcsolatban. Tehát ez a része most bizonytalan. Amit elkezdtünk idei évben, a több évre tartalékolt fejlesztési kereteknek a felhasználását, több ilyen fejlesztést elkezdtünk megújítani a horgásztanyát, elkezdtünk kialakítani egy zuhanyblokkot, bízunk benne, hogy az a saját horgászaink meg a vendég horgászainknak a megelégedésére fog szolgálni. A tavalyi évhez hasonlóan a nagyobb rendezvényeink, versenyeinket azt ugyanúgy megrendezzük, és aminek ugye már hagyománya van az egyesület életében, és a legnagyobb taglétszámot mozgató versenyünk, ez természetesen a maratoni horgászverseny, Pünköst hétvégén, ezt természetesen idén is megrendezzük, illetve több nagy versenyt, ami már az előző években hagyományossá nőtte ki magát. Értem ez alatt a ponyfogó versenyeket, a különböző megyei rendezésű féder és finomszerelékes versenyeket, illetve most az utóbbi éveknek ez is hagyománya lesz lassan, iparági horgászverseny idén szintén a Paksi Atomerőmű szervezésében és az egyesületünk szervezésében kerül megrendezésre az egyesületi tavakon. Kanyarodjunk el egy kicsit a versenyektől. Családi nap, ugye minden augusztus végén, szeptember elején, attól függ, hogy éppen hogy adja magát itt a programnaptár. Minden évben jól sikerül, 2019-ben is így tervezitek? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a tavalyi évben is nagyon nagy létszámmal vettek részt a tagjaink. Én azt gondolom, hogy sikeres volt, és jó volt látni ott az elégedett horgászokat, családtagokat. Én azt gondolom, az idei évben ugyanúgy ezt a nemes hagyományt folytatni fogjuk mindenképpen. Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz 700 fölötti taglétszámú egyesületet irányítani? Itt Jánossal is beszélgettük az imént, hogy azért nem mindenkinek ugyanaz az irány az elfogadható. Én azt gondolom, hogy természetesen nem ugyanaz az irány, mert különbözőek vagyunk, különbözően éljük az életünket, különböző módon horgászunk, és ugye ez a tavaknál is jelentkezik, mindenki esetleg egy kicsit másképp csinálná a tavak körüli rendet, halfajokat, telepítést, versenyeket. Én azt gondolom, hogy ez viszi előre az egyesületet. Meghallgatjuk mindig természetesen azokat a hangokat, akik szeretnék előrevinni, jobbá tenni az egyesület életét, és hogyha lehetőség van rá, ezeket természetesen meg is szeretnénk valósítani. Hát pontosan azért csináljuk, hogy oda elégedett horgászok, elégedett családtagok menjenek ki, pihenjenek, megfelelő minőségű és mennyiségű halat tudjanak fogni, ezért dolgozunk. Mennyien is mennyit dolgoztok azért, vagy dolgoznak azért, hogy ilyen színvonalon működjön a horgász egyesület is, és a tórendszer is szép legyen, és hal is legyen benne. Tehát sok embernek a sok munkája? Hát ugye pontos számot nehéz mondani, és hogyha mondanék, akkor biztosan valaki úgy érezné, hogy esetleg ki is maradt a felsorolásból, számolásból, de természetesen a vezetőség önmagában nem elég minden feladatra, sőt, rengeteg olyan támogató és bedolgozó tagunk van, akik sokszor a saját szabad idejüket áldozzák fel azért, hogy egy verseny szervezése, mérlegelése, egy-egy haltelepítésnek a kiszolgálása,
akár csak a különböző környezetvédelmi napokon a tavak környezetének a szebbétételével segítsék azt az egyesületi életet. Úgyhogy ezúton is szeretnénk megköszönni nekik, mert nélkülük nem menne. Ezek voltak az elmúlt napok legfontosabb sporteseményei Pakson. Friss hírekkel jövő héten Dalos Tibor várja majd önöket. Addig is nézzék a Paksi Kistérségi Televízió műsorait. Viszontlátásra!